Hétfőn elkezdték, pontosabban újrakezdték a munkát a sényői futballisták. A járványhelyzet miatti szünetben ugyanis nem álltak le a játékosok, amint lehetett, elkezdett edzeni a csapat, sőt májusban, júniusban több meccset is játszott az NB3-as gárda. Mint Fiumei Viktor elmondta, már az első edzéseken látszott annak az időszaknak hatása, érződött, hogy a labdarúgók nem nulláról kezdték a felkészülést. Bár még sem a bajnoki kezdés időpontja, sem a keleti csoport létszáma nem ismert, Sényűn az eredetileg tervezett menetrend szerint dolgoznak. Még pontos dátumú mindig nincs a bajnokság kezdetére, elvileg augusztus 2, de ugye ez még nem hivatalos az MLS szerint. Mi ugye első körben augusztus 9-ére egy héttel későbbre lőttük be a felkészülést, de már nem akartunk ezen változtatni, így is leszűrhetünk. Megpróbáljuk szokás szerint változatossá tenni a fiúknak a felkészülést, hogy ne legyen monoton, lesz itt Sényői, ugye nyilván pályás edzés, leszünk erdőbe, leszünk konditerembe, úgyhogy megpróbáljuk tényleg minél színesebbé tenni nekik. Az elmúlt években az állandóság jellemezte a sényői csapatot, és ez ezen a nyáron sem változott. Távozóról nem tudok beszámolni, érkező oldalon két játékost tudok említeni, Orosz Mátét és Mis Bételt. Mátét már régóta ismertük, az ő játékával tisztában vagyunk, több poszton is bevethető, a Schmidt Pétert pedig egy gyors fiatal játékos, ezért gondoltunk rá. A Sényű egyik meghatározó játékosa Kapacina Kevin, aki sérülésmentes idényt és jó néhány gólt vár magától a következő bajnokságban. Nyilván a csapattal szemben van egy a fél elvárás a vezetőség felől, hogy szeretnénk az első 10, de nyilván mi azért magunkkal szemben van egy olyan elvárásunk, hogy az első 6 helyezettet valamelyikét megszerezni. Magammal szemben viszont hát az elvárásom, hogy minél több góllal és gólpasszal segítsem a társakat, a csapatot, úgyhogy remélem, hogy a tavalyi is, hát a több sérülésem is volt, úgyhogy remélem a tavalyi szezontól jóval jobb teljesítményt fogok tudni nyújtani már, mint eredményesség szempontjából. A Sényű az első edzőmeccsé szombaton 10 órától a Cigánd ellen játsz a hazai környezetben. A folytatásban a Tája, az Ibrány, a Nyíregyháza Spartakusz, a Kazincbarcika és az Újfehértó ellen lépnek pályára Kapacináék.